Karinti Frigyes, tanár úr, kérem. A rossz tanuló felel. Nem, másra nem lehet számítani igazán, hiszen számított rá, persze, hogy számított. Sőt, múlt éjjel álmodott is ilyenfélét, de álmában magyarból hívták ki, igaz, hogy úgy volt, mintha a magyart is Fröhlich tanítaná. Álmában elintézte az egész kérdést, a párhuzamos vonalakból felelt egy-kettedre. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek, körülnéz. Hát, ha csoda történik. Hát, ha csak agyrém. Nyomasztó lidérc nyomás volt, hogy ez az ő neve, és most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet kap fel a padról. Míg végigmegy a kis utcán, a padsorok közt, ezt gondolja, A plusz B szer A mínusz B egyenlő A négyzet mínusz B négyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni. Ha nem ezt fogja kérdezni, átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba, és katonai pályára lépek. Közben megbotlik, és elejti a füzeteket. Míg a földön szedeget, háta mögött felzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki se tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll, rajta lehet nevetni. A tanár leül, és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondogatja magában, A plusz B szer, veszi a krétát. A tanár ránéz. Készült? Mondja a tanár. Készültem. Ó, igen, hogy ne készült volna. A halálra ítélt is elkészül, felveszi az utolsó kenetet, és lenyíratja a haját. Hát akkor? Rajta. A rossz tanuló a tábla felé fordul. B négyzet mínusz plusz mínusz négyzet gyök, B mínusz négy AC szer két A. És a rossz tanuló engedelmesen írni kezdi, és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes asszony. Tudja, miről van szó, látja a tételt, éppen úgy, mint akkor éjjel, mikor elaludt mellette, és fogalma se volt róla, mit jelent az egész. Igen, ez az homályosan sejti valami másodfokú egyenlet, de hogy mi lesz ebből? Szép lassan és kalligrafikusan ír. A négyesnek a szárát vastagítja, a vonalból, ami törtet jelent, gondosan letöröl egy darabot, ehhez külön elmegy az ablakig a spondjáért. Időt nyer vele, hát ha csöngetnek addig. Vagy valami lesz. Úgy se sokáig szerepelő itten a dobogón. Ezt még felírja, az egyenlőségjelet is szép lassan felrakja. Igen, ezt még úgy csinálja, mint más, felsőbb lények, mint egy jó tanuló. Felírja még A a négyzeten. A katonaiskolában nagyon korán kell felkelni, villan át az agyán hirtelen. De aztán hadnagy lesz az ember. Esetleg kimegy Fiumébe. Közben szép lassan ír. Még mindig nem írta le. Hozzá nem értő ember, aki ezt a jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jó tanuló felel. De a szakértő tudja már, mit jelent az. Mikor valaki ilyen határtalan gonddal rajzolja a kettes farkincáját. Halálos csend, körös körül. A tanár nem mozdul. Most beszélni kell. A másodfokú egyenlet kezdi értelmesen és összehúzott szemmel, mélységes figyelemmel nézi a táblát. A másodfokú egyenlet ismétli olyan ember modorában, aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem inkább azért, mert rengeteg mondani valója közül a leghelyesebbet, a legfrappánsabbat, a legtökéletesebbet válogatja és mérlegeli. De a tanár, ó, a tanár, már tudja, mi ez. Készült? Mondja keményen és szárazon. Tanár úr, kérem, én készültem. Ezt bezzeg, villám gyorsan mondja, véres dac, lázadó kétségbeesés remeg a hangjában.
Tanár széles gesztussal. Hát akkor halljuk. A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz. A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből származik oly módon, hogy az egész egyenletet megszorozzuk. És most beszél. Valamit beszél. A második mondatnál arra számított, hogy félbeszakítják, lopva néz a tanár felé, de az mozdulatlan arccal néz, se azt nem mondja, hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő beszél. Hát miért nem szól akkor a tanár? Ez rettenetes. A hangja reszketni kezd. Egyszerre látja, hogy a tanár felemeli a noteszt. Erre elsápad, és szédítő gyorsasággal kezdi. A másodfokú egyenlet úgy származik az elsőből, hogy végig, tanár úr, kérem, én készültem. Polgár Ernő, mondja hangosan a tanár. Mi ez? Már egy másikat hívtak ki? Ő vele végeztek? Mi ez? Álmodik? A másodfokú egyenlet kezdi újra fenyegetően. Polgár Ernő fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi a másik krétát. A másodfokú, tanár úr, kérem, én készültem. Senki nem felel. És most ott áll, egyedül a tömegben, mint egy szigeten. De még nem megy helyre. Neki nem mondták, hogy menjen helyre. Odvas és züllött, kitaszított szívvel állott. Neki nem mondták, nem mondták. Ő még felel. Most végig menjen újra a pacsorok közt? Nem. Inkább áll, hülyén. Keze dadogva babrál a táblán, a félbe maradt egyenlet roncsai közt, mint a lezuhant pilóta a motor megpattant hengerei fölött. A másik fiú közben már felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél. Ez is olyan idegen és furcsa, mint minden, amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte. Foglalkoznak vidáman és ruganyosan és hangosan, és amiből ő soha fel nem fogott semmit. Néhány mondatot jegyzett meg eddig, és azokon úszott. És így áll most. Még áll, reménykedik, udvarjasan figyeli, amit a másik beszél. Néha helyeslően bólint, legalább ezzel jelzi, hogy ő készült. Néha bátortalanul meg is szólal, abban az illúzióban ringatja magát, hogy őt kérdezték, de csak halkan, hogy ne küldjék helyre. Aztán szerényen elhallgat és figyel. Előrehajol, részt vesz a felelésben, odaadja a krétát, buzgolkodik a felelő körül, még súg is neki, hangosan. Nem azért, hogy segítsen, de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud. Egy szóval nem adja meg magát. Egyszer aztán minden ereje elhagyja, elhallgat, és még egyszer a katonaiskolára gondol. Elboruló elméjében, mint távoli szavak, verődnek vissza a zajok, a kréta ropogása, elfolynak az arcok, és pillanatra világosan látja a végtelent, amelyről e percben jelentette ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Látja a végtelent. Nagy, kék valami. Oldalt egy kis házikó is van, amire felül fel van írva. Bejárat a negyedik végtelenbe. A házban fogasok vannak, ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a szobába, leülnek a padba, és örömmel üdvözlik egymást. A párhuzamos vonalak. Igen. A végtelen, a megértés, a jóság és ember szeretet osztályában, ahová ő soha eljutni nem fog. A ma felsőbb osztály, melybe elégtelen eredmény miatt fel nem léphet soha.